Köszöntjük nézőinket! Mai adásunkban is számos témával készültünk, mutatjuk röviden. Május 26-án megnyitja kaput a Szabadidőpark. Átadták a Hajdú-Szoboszló Ebeskerékpár utat. A klímaváltozás veszélyeire hívta fel a figyelmet a Legyen más a politika sajtótájékoztatóján. Elismerték Jeltyi Gyula főtörzsőrmester munkáját. Élvonalban a debreceni törvényszék és ítélőtábla. Rendőrségi hírek. Megyei labdarúgóink felemás eredményeket értek el. Do 60 Diák Sportfesztivál első alkalommal Hajdú-Szoboszlón. A Ciprus török pedagógia szakszervezet tagjai a Tököliben. A Hungaroszpa gyereknapi beharangozója. Több százmilliós beruházás a Hortobágyon. A modern világ egyik alappillére az internet. Hidas Judit írónő volt a Művelődési Központ vendége. A Bárdos Lajos Általános Iskola évvégéhez közeledve megtartotta a tanévzáró hangversenyét. Adásunkat, ahogy már megszokhatták, rövid híreinkkel kezdjük. Május 20-án a reggeli órákban Hajdú-Szovád határában egy személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, majd az útmenti árokba csapódott. A helyszínre nagy erőkkel vonultak a mentőszolgálat munkatársai, gyermekmentő is érkezett a helyszínre. Az autóban négyen utaztak, két felnőtt és két gyermek. Mindannyiukat kórházba szállították további vizsgálatok céljából. A baleset körülményeit a Hajdú-Szoboszlói rendőrkapitányság vizsgálja. Május 22-én a délutáni órákban személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a Verespálné és az Alkotás utcák kereszteződésénél. Az eset körülményeiről annyit lehet tudni, hogy eddig tisztázatlan körülmények között a Suzuki is kihajtott a piros Skoda gépjármű elé, aki a védett útvonalon közlekedett. A kiérkező mentőszolgálat munkatársai három szemét szállítottak kórházba további vizsgálatok céljából. A helyszínelés és a műszaki mentés időtartam alatt teljes útzárat rendeltek el a hatóság munkatársai. A baleset körülményeit a Hajdú-Szoboszlói rendőrkapitányság vizsgálja. A következő percekben közérdekű közleményt hallhatnak. Hajdú-Szoboszlóváros önkormányzata által megvalósított szabadidőpark átadására május 26-án egésznapos sport és kulturális program keretében kerül sor. Ugyanezen a napon kerül megrendezése a Városi Gyermeknap a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében. Május 26-án vasárnap 8 órától várhatóan 19 óra 30-ig. A társszervezőkkel történt egyeztetés alapján lezárásra kerül a Kemping utca, a 4-es számú főút Sport utca által határolt szakasza 26-án reggel 7 órától várhatóan este 8-ig. A jelölt útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani. Az elterelést jelzőtáblákkal jelzik. Megértésüket köszönjük! Hírhozónkat egy nagy esemény beszámolójával kezdjük, ugyanis május 26-án megnyitja kapuit a Szabadidőpark. Dr. Sóvágó László polgármester úr körbevezetett minket a parkban, ahol számtalan lehetőség közül válogathatnak azok, akik ettől a naptól ide látogatnak. A vasárnapi megnyitón egésznapos családi programokkal és koncerttel is várják az érdeklődőket. Jelentős munkákat végeztek a Szabadidőparkban, ami május 26-ától várja a családokat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Már vagy két évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy itt egy Szabadidőparkot létesítünk. Azért itt, mert ez egy kellemes környezet, az mindenki számára látható. Az a kemping, amely itt volt, az már elavult, igen kevés vendéget fogadott már, meg nem felelt meg a kor követelményeinek, és ráadásul itt van ugye a szomszédságunkban a városi sporttelep, és bár ennek Szabadidőpark a neve, de hát azért ez összefüggésben van a városi sportteleppel is, ahol egyébként jelentős munkákat végeztek, nem régen készültek el a ülőkék, most a világítás
kirándulást csinálják a pályán, majd este is lehet játszani, és akkor, hogyha ide visszatérünk, itt pedig lesz egy szép szabadidőpark. Ugye elsősorban az a célunk vele, hogy a városban élő, meg az ide látogató gyerekek is, fiatalok tudjanak kikapcsolódni, legyen hasznos eltöltésükre idő, és ez nyitva lesz állandóan természetesen. Hát, hogyha az egyes dolgokat nézzük, az egyes elemeket, ugye itt van ez az épület, ez meglehetősen elhanyagolt állapotban volt, még most sem tökéletes. Azt kell, hogy mondjam, hogy a bérlő igénybe vette, láthatóan dolgozik is rajta, belül egy diszkó lesz, ez is nagy vágya volt a szoboszlóiaknak, vagy kérése volt a fiataloknak, hogy lehessen itten egy diszkó. Úgy gondolom, hogy június elejétől, mikor beindul az idegen forgalom, akkor ez működni fog. Készült itt egy parkoló, az illátogató vendégek, hogyha autóval jönnek, akkor ide tudnak jönni, egyébként pedig egyfajta rendezvényt térként is használatos, hiszen vasárnap a gyermeknapon átadjuk, és már láthatóan építik is a színpadot. Parkosítás is történt. Rengeteg zöld terület várja a vendégeket a számos pályán kívül. A szabadidő park az zömében önkormányzati pénzből épült. Itt mellettünk a jobb kezemre látható ez az egyetlen létesítmény, amelyre pályáztunk és úgy nyertük meg. Ez egy kispályás futballra és kosárlabdára is használható létesítmény. Lehetővé tesszük, hogy a város polgárai is ide jöjjenek természetesen, meg használni fogja a labdarúgó egyesületünk is. Velünk szembe ez egy BMX kerékpáros pálya, ilyen nagyon kevés van az országban, Ausztriából nézték a mintát, itt vannak olyan részek, ahol hát komolyabb kerékpáros tudást igényel, és vannak olyan részek, amelyek kevésbé állítják feladat elé a próbálkozókat. Mögöttem az egy gördeszka pálya, ez is kevés van a környéken, az elemek egy részét a repülőtér széléről hoztuk be, vásároltunk új elemeket is, úgyhogy most ez a pálya szebb, összetettebb, és mondhatom azt, hogy korszerűbb. És ez még nem minden. A Szabadidő Park tovább részében hatalmas játéksziget alakítottak ki a gyerekeknek. Mögöttem látható két nagyon szép játék, ilyen igényes, és ennyire összetetten használható, nincs itt a városban másik. Mi azt szeretnénk, hogyha ebbe a Szabadidő Parkba kijönnének a kisgyerekek, nekik ez a játék nyújt lehetőséget, idősebbek, fiatalabbak, szóval az egész család ide jöhetne. Nem beszéltem még arról, hogy van körbe egy 800 méteres futópálya, ez műanyagborítású, bármilyen időjárási viszonyok közepette használható. És arról sem beszéltem, hogy ez az út itt körülöttünk azért van ilyen szépen leaszfaltozva, mert ez görkorcsolya pályaként is szolgál, majd kijelöljük pontosan a pályát, és aki akar, az itt görkorcsolyázhat is. Nincs befejezve ez a létesítmény, ez a kezdet, mindig majd, ahogy pénzünk gyűlik rá, egyre komfortosabbá, egyre több lehetőséget nyújtóvá tehetjük, ugye itt is látható mellettünk még egy nagy üres terület, tettünk is már lépéseket, megpályáztunk mi is egy lehetőséget, a gördeszkásoknak egy félcsövet szeretnénk ide elhelyezni, és az várhatóan a közeljövőben meg is történik, de hosszú távon is lehetőség van ennek a területnek a bővítésére. Gondoltuk, hogy mikor ez a terep itt rendezve lesz, akkor ide hozunk székeket, asztalokat, padokat, és egy ilyen kényelmes kikapcsolódási lehetőséget is teremtünk, tehát kijöhet a család, sportolhat, lehet majd főzni, és így tovább. Változatos lehetőségeket próbálunk kitalálni. A park megnyitására gyermeknapon vasárnap kerül sor, és én minden hajdúszoboszlói polgárt meghívok, jöjjenek el, nézzék meg, reméljük jó idő lesz, és kellemesen töltik itt a napukat. Egyébként lesznek programok is, gyerekeknek is, felnőtteknek is, felállítottuk egy színpadot, ahol műsorok is lesznek, tehát tartalmasan el lehet tölteni az időt, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit. A szabadidőpark megnyitásával új lehetőségekhez jutottak azok, akik szeretnek sportolni. A parkot ezentúl már az ebesiek könnyedén elérik, hiszen május 18-án ünnepélyes keretek között felavatták a Hajdúszoboszlót Ebessel összekötő kerékpárutat. Megközelítőleg 10 km kiépített kerékpárút. Hajdúszoboszló Ebes távolság ma már biztonságosan megtehető két keréken, futva, gyalogolva, kinek melyik forma egészsége kora szempontjából a legmegfelelőbb.
Közel 150 bringás regisztrált május 18-án, hogy az ünnepélyes átadón jelen lehessenek, talán épp félúton, a 4-es régi szakaszán, a közigazgatási határ találkozásánál, ugyanis a két település ezen a helyen koronázta meg a sikeres együttműködést. Hajdúszoboszlóváros polgármestere dr. Sóvágó László is elegánsan kerékpárral érkezett. A mai napon ünnepélyesen is átadásra kerül a kerékpárút, és polgármester úr is bringával érkezett. Nagy bringás? Hát azt nem mondanám, hogy nagy, de összeszoktam. Azt tartom a kerékpáros főidénynek a magam szempontjából, összeszoktam. Átmegyek Nádudvarra, visszajövök, többször kerékpározok, igen. Mivel sportos polgármesterünk van, hiszen lovagol is, akkor ez a táv nem jelentett problémát? Hát nem, ez egy nagyon kicsi távolság, ráadásul nagyon szép az út, kényelmes, semmi nehézség benne. Terepen már lehet, hogy ennyit meg lehetne érezni, de itt semmiképpen nem. Távlatokban gondolkozva elképzelhető, hogy kiépülhet egy hosszabb szakasza még a kerékpárútnak. Azt nem tudok nyilván, hogy konkrétan most ilyenről lenne szó, nyilván távlatokban valószínű. Sokkal nagyobb realitása van a Debrecen-Hortobágy kerékpárútnak az én értesüléseim szerint, és akkor ugye azt jelenteni, hogy mi Nagyhegyesnél csatlakoznánk hozzá, de hangsúlyozom, hogy hosszú távra gondolkozva, előre nézve valószínű, hogy ez is megépül. Hivatalos átadó szalagátvágás a mai napon. Ez jelent valami többletet, vagy ugye már eddig birtokba vették, mindenki használhatja, a továbbiakban nincs változás? Azt hiszem, csak egymás között is szentesítjük, hogy itt létezik egy kerékpárút, nincs ennek már olyan értelemben különösebb jelentősége. Szép idő van, mindenki kerékpározik egyet. Ok arra az avató ünnepség, hogy mozogni lehessen. A hajdúszoboszlói szakasz egész pontosan 4,1 km, az ebesi pedig 5,1 km hivatalosan. De mindenről részletesen a főszervezőt kérdeztük, amíg az ebesi csapat megérkezett. A kedves egybegyűltek édességeket, illetve üdítőket fogyaszthatnak, valamint ajándékokat sorsolunk ki a regisztrált résztvevők részére, és tulajdonképpen a kerékpáros felszerelésekből kaphatnak egy pár darabot, kerékpáros táskát gyerekeknek, kulacsot, akkor küllőprizmát, és nézem még, is lesek, fényvisszaverő szalagot, tehát minden olyat, ami hasznos lehet a kerékpározók részére, valamint egy kerékpáros túrát fogunk megvalósítani a Hajdúszoboszlói Vándorok Túra Egyesülettel közösen, illetve az ebesiekkel, hogyha csatlakoznak végre. Így eljuthatunk akár egészen Balmazújvárosig is, mivel most már összefüggően kerékpározható az egész szakasz. Hogyan jöhetett létre ez az egész rendezvény, ez a megmozdulás? Tehát kik a támogatók, vannak-e mögöttetek támogatók? Természetesen vannak, méghozzá Európai Uniós forrásból valósul meg a projekt. ERFA támogatásból 427 millió forintot kaptunk a projekt megvalósítására. 4 kerékpárút szakaszunk épült meg ezáltal, illetve jelöltünk ki kerékpárút szakaszokat. A legnagyobb ez a Hajdúszoboszló-Ebes közötti kerékpárút szakasz, de a közlekedési csomópont átépült a Dózsa-György úton, illetve a Dózsa-György út, Puskin utca, Rákóczi utca és a Nádudvari út, Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon ugye megépült a kerékpárút. Ezáltal sávváltolásra is szükség volt, jelzőlámparendszer, illetve gyalogátkelőhely átszervezésére. Valamint megtörtént a Ady Endre és a Kenézi utca, Gönczi Pál utca közötti kerékpárút szakasznak is a megépítése, valamint a Kálvin tér és a Hősök tere között pedig kijelölés történt. Illetve, amit említettem, a Hajdúszoboszló-Ebes közötti kerékpárút, mint jelentős kapcsolat egy másik településsel, ez is ennek a projektnek az eredménye. Természetesen azt is megtudtuk, mi a biztonságos bringázás kellékei. A kerékpárt a kereszt szerint fel kell szerelni első és hátsó lámpával. Az első lámpa az vagy fehér, vagy kadmium sárga színű fényt adhat, a hátsó az csak pirosat. Fontos az egyébként, hogy ez villogó fényt is adhat. Ez azért jó, mert ugye sokkal feltűnőbb, jobban látszik, mint hogyha egy sima egyszerű fényforrásról beszélnénk. Illetve elhelyezhető a kerékpároson is egyébként az első, illetve a hátsó lámpa. Az első prizma az csak fehér színű, lehet, a hátsó prizma csak piros színű. Az első kerékre legalább 2 darab borostyán sárga színű küllőprizmát el kell helyezni, amit egyébként kiválthat a külső gumin lévő fényszerű csík is, talán jobban is látszik egyébként, mint a küllőprizma, tehát javaslom, hogyha a külső gumit cserélünk a kerékpáron, akkor érdemes olyat keresni, olyat vásárolni a kerékpárboltban, ami rajta van ez a fényszerű csík. Illetve ami nagyon fontos, hogy 2 egymástól függetlenül és jól működő féknek kell lennie a kerékpáron, továbbá könnyen kezelhető, megbízható kormányszerkezet az, amire még szükség van a biztonságos kerékpározáshoz. Ami még nagyon fontos, az a
kerékpárosnak a felszerelése, az pedig lakóterületen kívül rossz látási viszonyok között, és ez ugye nem csak a sötét jelenti, hanem a szürkületet, alkonyatot, eső, hó, bármilyen csapadék, köd esetén láthatósági ruházatot kell felvenni. Ez nem csak mellény lehet, bár az a legnépszerűbb, hanem bármilyen olyan ruházat, amin láthatósági csíkok, fényviszerű csíkok vannak. Szoboszlóról is több család érkezett, se kicsi, se nagy, nem fáradt el ezen a távon. Mennyire örültök ennek az új bringa útnak? Sokat bringázik a család így együtt? Szeretnénk minél többet együtt bringázni, majd most már igen. Milyen birtokba menni itt, hiszen azért most már egy ideje használjuk, de ma van az ünnepélyes átadó, látjuk, kicsik, nagyok érkeztek, mindenki bringázott, a kicsi még nyilván utazott. Még csak utazó van, de igen, mindenki bringával jött. És jó ez a kis mozgás ebbe a kellemes meleg időben. Igen, meg hogy szokják a gyerekek, amiatt kell. A kicsi most még utazva érkezett, hogy tetszett neki ez a hosszabb út? Nagyon jó a birta. Féltem tőle, de szerencsére birta. Persze voltak, akik már profi módon érkeztek, akkor nem számít. Én már 10 éve kerékpározom, úgyhogy majdnem minden nap megtekerek 20-30-40-50 kilométert. Úgyhogy egyedül, főképpen zenével, mert akkor megyek, mikor én akarok. Sőt, van mikor este, van mikor hajnalban főkelek, 3-4 óra körül, és akkor megyek, kerózok egyet. Menetrend szerint befutott az ebesi csapat is. Illik tudni róluk, hogy igen összetartó, összekovácsolódott társaság az övék. Itt is élükön a polgármester asszony érkezett. Nagyon kellemes volt az utunk. Hát sajnos nincs időm rendszeresen, de szabadidő hasznos eltöltésében fontos szerepet tölt nálam a kerékpározás. Többször átkerékpároztam már Hajdúszoboszlón az elkészült úton. Hallottuk, és így aztán láttuk is, hogy nagyon összetartó bringás csapat van Ebesen. Hogyan értékelték, hogy ez az út elkészülhetett, illetve mi várható a jövőbe, esetleg a debreceni szakasz fele is elkészülhet ez a bringa út? Nagyon régi vágya. Teljesült az ebesieknek a kerékpárút elkészülésével. Nagyon régóta vágytuk már erre a kerékpárútra, és bízunk abban, hogy Debrecen irányában is el fog készülni. Mi igyekszünk szorgalmazni a Debrecen irányába a kerékpárút képítését. Milyen nagyságrendű összeget kell belefektetni egy-egy ilyen bringa út elkészültébe? Mi tudtunk pályázni, ugyanúgy, mint Hajdúszoboszló a terület és településfejlesztési operatív program keretében a kerékpárút építésére. Mi közel 352 millió forintot nyertünk, és ebből 5,1 kilométer hosszúságú kerékpárút épült meg a közigazgatási határig. Az ebesi csapattal érkezett a törvény őre, ezúttal ő is két keréken. Igen, kerékpárral jöttem. Ez egy óriási esemény az én életemben is, hogy részt vettek egy ilyen kerékpárút átadás ünnepségen. Rendszeresen bringázik? Igen, rendszeresen elmondhatom, hogy az elmúlt egy hónapban, amikor az időjárás engedi, munkába is kerékpárral járok. Óriási biztonságot jelent a kerékpárosok életében ez az út. Mi a helyzet most ezzel a biztonsággal valójában? A kerékpárút építés meg átadás az mindig javítja a közlekedés biztonságot. Itt különösen ez azért jó, mert a 4-es számú főúton nem lehet kerékpárral közlekedni. Ha valaki mégis ezt megteszi, akkor jogsértést követel és kockáztatja a saját életét is. Ezzel most ezzel az útátadással lehetővé vált az, hogy a környező települések lakosai egyszerűen kerékpárral átmehetnek a másik településre, ami eddig egyébként tilalmazott volt. Előfordult-e már szabálysértés, hogy esetleg gépjárművel hajtott bárki is a bicikli útra? Nem tudunk róla, mi nem észleltünk ilyet. Hallottunk már azért olyan információt, hogy valaki motorkerékpárral hajtott rá, amivel nem lehet. Segédmotorkerékpárral is gyalogosan egyébként a kerékpárúton lehet közlekedni. De természetesen a kereszt azt is szabályozza, hogy figyelni kell a másik közlekedőre. Hogy ne is történjen meg, milyen büntetésre számíthat az az autós, aki mégis ezt megteszi, esetleg csak úgy hebből. 5000 és 50000 forint közötti helyszíni bírsággal sújtható. Tehát mikor már együtt volt a két település, Apraja, Nagyja, Ebes és Hajdúszoboszló polgármestere néhány örömteli gondolatot követően átvágták a jelképes szalagot. Így félúton. A szervezők gondoskodtak egy kis tomboláról, ami mind hasznos bringa kellék volt. Alig, hogy kiürültek a tálcák, asztalok, már fel is kerekedett a csapat, hogy megtegyék a Balmazújváros irányába tartó szakaszt is. Május 11-én tartott sajtótájékoztatót a Lehet más a politika, ahol a klímaváltozásról, annak következményeiről és a lehetséges megoldásokról volt szó.
A klímaváltozás hatásai, egekben a zöldségárak címmel tartott sajtótájékoztatót a Lehet más a politika párt május 11-én szombaton. A 26. európai parlamenti választások egyik legnagyobb témáját járták körül. Az LMP szerint ennek a választásnak az a tétje, hogy tudunk-e tenni most még a klímaváltozás negatív hatásai ellen. A helyzet az, hogy a klímaváltozás ránk rúgta az ajtót. Gyakorlatilag az utolsó órában vagyunk, amikor még fel tudunk készülni a negatív hatásokra, de ezeket a negatív hatásokat már most is érezzük, nem csak hogy a bőrünkön, de a pénztárcánkon is. Az a tétje ennek a választásnak, hogy lesz-e elegendő zöld képviselet az Európai Unión belül, hiszen egyedül a zöld politikusok rendelkeznek azzal a problémalátással és azokkal a megoldásokkal, amelyek segíteni tudnak nekünk, és fel tudunk készülni a klímaváltozás negatív következményeire. Gyakorlatilag az utolsó órában vagyunk, most van az az utolsó választás, amikor még olyan képviselőket tudunk választani az Európai Parlamentbe, akik felkészültek, és akik a következő években meg tudják hozni azokat az intézkedéseket, amelyek meg tudnak minket menteni. Az egyik ilyen nagyon fontos intézkedés, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni kell, ezért kell Magyarországnak is csatlakoznia az európai klímatervhez. Már megtörtént egy ilyen klímatervnek az elfogadása, csak pont a magyar kormány, vagy például a német kormány megvétózta ennek a tervnek a végrehajtását. Ez arról szól egyébként, hogy 2030-ig 45%-kal csökkentenénk az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2050-re pedig teljesen üvegházhatású gáz kibocsátás mentessé tennénk az Európai Uniónak a területét. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert ezek a káros anyagok, ezek a gázok felelősek elsősorban az éghajlatváltozásért. Ez nagyban befolyásolja a zöldségek, gyümölcsök árát. Másfélszeresére, duplájára nőttek, és ez a következő időszakban folytatódik ez a tendencia. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy el tudjuk azt is érni, hogy egy kiló paradicsom vagy paprika 1000-1500 forint is lehet, hanem más termékeknek az ára is az egekbe fog szökni, hogyha nem készülünk föl ezekre a változásokra. Ahogy Kanász Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára elmondta, egyre többen ismerik fel azt, hogy a klímaváltozás ellen lehet tenni. Nyilván ezt ugye a pénztárcánkon megérezzük, ezt ugye mindenki szembesül ezzel. Az egy új tendencia, hogy én azt látom, most kezdik összekötni az állampolgárok, hogy ez egy konkrét probléma, ami őket érinti, és ennek az oka, ennek a kiinduló oka az éghajlatváltozás. Tehát most lesz világos ez a kép, hogy valóban ez az éghajlatváltozás mindannyiunk életét befolyásolja. És ez idézőjelben egy nagyon jó tendencia, hogy erre ráébredünk, mert ez az első olyan lépés, maga a ráébredés, hogy szembesülünk a problémával, hogy tudunk majd később tenni ezzel kapcsolatban, ez ellen tudunk tenni. Azt, hogy az éghajlatváltozásnak milyen következményei vannak, és milyen megoldások lehetségesek az ezzel kapcsolatos problémák kezelésére, Hajdú Mária, az LMP országos elnökségének tagja ismertette. Ma reggel a hírekben hallhattuk, hogy az örömködés, hogy megmenekültek az őszi kalászosok, ez az elsőnek köszönhetjük, de erre nem számíthatunk mindig, és ahogy Máté is említette, a pénztárcánkon érezzük a klímaváltozásnak a hatásait, és hogy az asszály miatt az elmúlt évben másfélszeresére emelkedtek a zöldség és gyümölcsárak. Viszont az LMP szerint nem kielégítő az agrárminiszternek az a reakciója, hogy a magyar génbankállomány kiváló állapotban van ahhoz, hogy ezt a problémát kezelni tudja. És az, hogy ez nem tükrözi hűen a valóságot, ez a megállapítás, az is bizonyítja, hogy Érden az Elvira Majort, az Európa egyik legnagyobb csonthéjas génbankját egy ipari beruházás fenyegeti. Sajnálatos módon az elmúlt 9 évben töredékére csökkent a génbankok állami támogatása, és ezért az LMP azt mondja, hogy a génbankokat kell támogatni, és nem a bankokat. Azt állítjuk, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében az asszálykárok elkerülésének érdekében hosszú távú tervezése van szükség, és ezért számunkra az ország élelmiszerbiztonsága a legfontosabb, ez az első számú, és ezért mi kiállunk a génbankok és a magyar növénynemesítő intézmények támogatása mellett. És azt is mondjuk, hogy számunkra az emberek egészsége a legfontosabb, és nem a nagyvállalatok profitja, és ez az, ami megkülönbözteti az LMP-t a többi párttól az Európai Uniós választásokon, és éppen ezért kérünk mindenkit, aki úgy gondolja, hogy a klímaváltozás ügyében határozott fellépésre van szükség, és hogy új európai klímavédelemre van szükség, hogy május 26-án szavazzanak az LMP-re. Május 26-án lesz az európai parlamenti választás, vegyenek részt önök is a szavazáson.
De nem csak a szabadidőparkot illetően jövünk jó hírekkel és nagy eredményekkel, hanem a tűzoltóságról is. Szent Flórián napja, május 4-e, 1999 óta a tűzoltók világnapja. Ebből az alkalomból Jeltyi Gyula felettesei javaslatára elismerést kapott dr. Sóvágó László polgármestertől. A főtörzsőrmestert a tűzoltóságon kerestük fel, ahol pályájának kezdetéről, nehézségeiről, legemlékezetesebb pillanatairól kérdeztük. Jertyi Gyula főtörzsőrmestert Szent Flórián napja alkalmából dr. Sóvágó László polgármester jutalomban részesítette. A tűzoltóságon kerestük fel, ahol többek között pályájának kezdetéről beszélgettünk. Ezt a pályát végülis azért választottam, mert a katonasághoz úgy mentem, hogy polgárszolgálatos katonaként szereltem föl 2000-ben ide a tűzoltóságra. Akkoriban még 15 hónap volt, és ez alatt a 15 hónap alatt annyira megtetszett, megkedveltem ezt a szakmát, és az akkori parancsnokom Nagy Imre földobta azt a kérdést, hogy mi lenne, hogyha levizsgáznék, mint tűzoltó szakmából, és a polgárszolgálatos katonaság után maradnék önkéntes tűzoltónak. Mivel hogy megtetszett, így meg is történt, levizsgáztam, maradtam, 2001. novemberben szereltem le a katonasságtól, és utána azóta vagyok itt a tűzoltóságon. 2007-ben bementem Debrecenbe hivatásos tűzoltónak, ott töltöttem majdnem 2 évet, 2009-től, mikor hivatásos tűzoltóság lett Szoboszlón, akkor visszajöttem ide, a régi kollégák közé, és azóta is itt teljesítek szolgálatot, ennek már 10 éve. Az egész tűzoltó múlt az, ha úgy nézzük, hogy beleszámoljuk a önkéntes tűzoltóságot is, akkor 19 évet csinálom. Természetesen ennek is megvan a nehézsége, de ugyanakkor a vonzó oldala is. Hát a szépsége talán az, hogyha vesszük, hogy mások bajba jutnak, bajba kerülnek, és te tudsz olyat tenni, vagy tudsz úgy segíteni rajtuk, hogy az más nem tudja megtenni, mert nem mindenki megy be egy égő házba, vagy ha egy autóból kell valakit kivágni, kifeszíteni, azt sem mindenki nézi jó szemmel, mert ugye azért, mikor egy ember bajban van, vagy össze van törve, és úgy kell megfognod, vagy vérző testrészét, azért ezt nem mindenki meri megtenni, vagy csinálja meg. És az utána való dolog, mikor tudod azt, hogy most is segítettél egy olyan emberen, aki arra igazán rá volt szorulva, az úgy jó érzéssel tölt el. A riasztás bármikor befuthat, pillanatok alatt kell felkészülni. Ez óriási adrenalin löketet jelent mindenkinek, hiszen nem lehet tudni pontosan, hogy mi vár a helyszínen a szakemberekre. Ez a szakma elején kimerítő, de hozzá lehet szokni. 19 év után már nem nehéz, az elején volt nehéz, mikor megszólalt a riasztási hang, hogy nem tudod, hogy hová mész, hogy mibe mész, mert nem tudhatod, és hogy mi várott rád. Ez az elején volt nehéz, de mikor már megszokja az ember, akkor már igazából már nem úgy állsz hozzá, hanem megpróbálsz a legjobb tudásod szerint hozzáállni, oda tenni magad, és hajrá! Közel 2 évtized után rengeteg mentésen van túl, nehéz kiválasztani a legemlékezetesebbet. Állatmentés, egy kutyát mentettünk ki egy építkezésnél, beleesett egy olyan gödörbe, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem. A garázsnak, a mély garázsnak a fala és a föld közt volt annyi kis rés, hogy a kutya beleesett egy ilyen 3 méter mélységbe, és igazából csak úgy tudtunk hozzáférni, hogy fejjel lefele kötéllel lengettek, olyan szűk volt a hely, és úgy mentettük ki a kutyát egy 3 órán keresztül, de szerencsétlen kutya tűrte a megpróbáltatást, mert nem volt olyan testrész, amit nem húztam volna, és lehetett látni, hogy fáj neki, de tűrte. Nem harapott meg, nem volt semmi gond, és mikor kiemeltük a kutyát, akkor az állaton is látszódott az, hogy hálás azért, hogy kivettük abból a 3 méter mély kis hasadékból. Egy szóval össze lehet foglalni mindazt, ami elengedhetetlen ehhez a szakmához. Kitartás kell,
mert olyan megpróbáltatásban vannak, ugye mint fizikálisan, mint pszichésen, hogy azért ahhoz kitartás kell. Itt nyúzó vannak az emberek az első években, és épp azért, hogy a továbbiakban ne legyen gond, se nekik, se velük, és azt azért nem mindenki bírja, vagy tűri el. Az elismerés felettesei javaslatára kapta meg. Ez remek inspiráció arra, hogy a továbbiakban is ugyanúgy álljon a munkájához, ahogy eddig. Egyáltalán nem számítottam rá. Az utolsó pillanatban tudtam meg. Nagyon jó érzéssel töltöttem, mert így a munkádat is tudod azt, hogy elismerik azt, amit csinálsz, és tehát itt ebbe a szakmába az elismerés az nagyon sokat számít, sokat jelent. És ez egy kicsit inspirál abba, hogy a továbbiakban is úgy állj hozzá, vagy úgy dolgoz, hogy teljes odaadással. A mai világban már ugye nagyon jól tudjuk a médiából lehet hallani, hogy nem vagyunk igazából annyira túlfizetve. A munkát, ahogy elismerik, azt elismerik, de a fizetéssel ugye vannak gondok. Nagyon sok hiány van, mint tűzoltóból, és szerintem egy ilyen elismerés, ez mindenféleképpen pozitív. Az embernek más lesz a hozzáállása, hogy elismerik a munkáját. Számára is voltak nehezebb időszakok, de sosem gondolta azt, hogy elforduljon a tűzoltóságtól. Ha nem szeretném ezt a szakmát, akkor már nagyon régen abba hagytam volna. De sajnos az ember ebből ezt tényleg olyan hozzáállása, hogy a szívéből csinálja, akkor azt nézi. Nem az, hogy most milyen juttatás vagy milyen fizetés van. Persze az is fontos, a fizetés, mert abból él az ember, de ehhez úgymond kell egy hozzáállás. Tehát az ember megszeret valamit, és azt tényleg megszereti, akkor nehezen adja föl. Meg azért jó érzés azt tudod, hogy az ismerőseid, a családtagod, nekem édesapám, hogy amit elérsz, arra büszkék. És az is egy kicsit segít abban, hogy tovább menj benne. A hajdúszoboszlói főtörzsőrmester elismerését követően a következő percekben már a debreceni törvényszék és ítélő tábla 18-as évi eredményeiről számolunk be. A március 17-i sajtótájékoztatón a debreceni törvényszék, valamint a debreceni ítélő tábla tavalyi munkáját ismertették. Mindkét intézmény országos szinten kiválóan teljesített. Az ügyhátralék ledolgozása mellett azon is sokat dolgoztak, hogy a különböző ítélkezési folyamatokban minél hatékonyabban tudjanak előre haladni. Sajtótájékoztatón ismertették a debreceni ítélőtábla, valamint a debreceni törvényszék 2018-as évben végzett munkáját. Az előző években a keletkezett ügyhátralékot a bíróságok feldolgozták, és egy napra kész, hatékony és időszerű ítélkező munkát tud felmutatni a törvényszék. Az országos ügyérkezésből mintegy 5,3%-kal vesszük ki a részünket, és hogyha még egy picit tágítjuk a spektrumot, akkor a bíróságaink, a magyar bíróságok működéséről szükséges elmondani azt, hogy az Európai Bizottság igazságügyi eredménytábláján is igen előkelő helyet foglalnak el a magyar bíróságok eredményei. Számos ügytípusban, az időszerűségben a 28 tagállamból például az 5. helyen vagyunk a civil elsőfokú ügyek feldolgozását, illetve a közigazgatási ügytípusban is előkelő helyezésünk van. Az időszerűség mellett azonban olyan ügykategóriákban vagy vizsgált kategóriákban, mint a bírósági ügyvitel digitalizációja, illetőleg az elektronikus kapcsolattartás is európai szinten is kimagasló a magyar bíróságok eredménye. Dr. Káller Ilona elmondta, tavaly több tízezer ügy érkezett a törvényszékre, az érkezethez képest pedig több mint 1500 ügyjel több fejeződött be. Ügyérkezés alatt minden olyan
elintézendő ügyet értünk, amely a Debreceni Törvényszék bíróságaira érkezik. Ebbe beletartoznak peres és perenkívüli ügyek egyaránt, szabálysértési ügyektől a büntetés végrehajtásig, a cégbírósági eljárástól a felszámoláson keresztül, tehát ez gyakorlatilag minden olyan beérkező, újonnan beérkező ügyet takar, amivel 2018 évben számolnunk kellett. Ez nagyságrendileg több mint 65 ezer ügy volt. Az ügyek összetettségétől függ, hogy a tárgyalás mennyi időt vesz igénybe. Ha mindenki a privát életére gondol csupán, fontos az, hogyha bemegyünk egy hivatalhoz, ott helyben már is el tudjam intézni, ami dolgom nekem a hivatallal van. Ezt bírósági folyamatra képezzük le, jó eséllyel az eljárási törvények szabályozása is arra törekszik, hogy lehetőleg, ha tárgyalást igénylő ügyről beszélünk, akkor egy tárgyalás alatt befejezhető legyen annak az ügynek az elbírálása. Nyilvánvalóan nem vannak olyan jogi helyzetek, amelyek valóban egy tárgyalás alatt lebonyolíthatóak, és nyilván vannak olyan összetett ügyek, amelyeknek hónapok, akár években mérhető tárgyalási igénye van. A célunk az, hogy minél rövidebb időre szűkítsük azt a pertartamot, amíg a bíróságnak foglalkoznia kell egy-egy ügyel, peres ügyel, és ez az időszerűség fogalma jelenti azt, hogy minél hamarabb be tudjuk fejezni az ügyeket, ehhez hozzátartozik egy másik mutató is, a megalapozottság, amilyen minőségét mutatja a bírósági döntésnek, annál kedvezőbb helyzetbe tudnak kerülni a bíróságok is, és a jogkereső állampolgárok elégedettsége is nagyobb lesz. A sajtótájékoztató további részében dr. Balla Lajos ismertette a debreceni ítélőtábla 2018-as évi eredményeit és munkáját. A legfontosabb feladat volt a régió szakmai irányítása a megváltozott jogszabályi feltételek mellett. Mire gondolok? Hatályba lépett egy új polgári perrendtartás, ami nem csak a jogkereső közösségnek, de a bíráknak, a régióban dolgozó polgári ügyszakos bíráknak is új dolog volt. Az év közepén hatályba lépett egy új büntetőeljárási törvény, amely komoly feladat elé állította a büntetőügyszakot, akár a felkészüléssel, akár a hatályosulással kapcsolatos első lépésekben. 2018-hoz hozzátartozik a közép-PP-vel kapcsolatos szabályozás, illetőleg hozzátartozik, és erről is beszélt elnök asszony, számtalan olyan jogszabály, amely lehetővé teszi az ügyfél kapcsolatok elektronizálásával kapcsolatos bírósági eljárást. Ugye az nem úgy működik, hogy ma elmondjuk, hogy ma már az internet korszakában élünk, és akkor a bíróság csak úgy magától elkezd bizonyos anyagokat interneten, közösségi médián keresztül adni. Ugye ítélkezési tevékenységről van szó. Az ítélkezési tevékenységhez nagyon-nagyon konkrét jogszabályok tartoznak. Eredményes évet zárt az ítélőtábla teljes régiója, amelynek a munkáját kiegyensúlyozott, magas színvonalú ítélkezés jellemezte. A régióhoz tartozó összes törvényszék azonos módon gondolkodik bizonyos ítélkezési kérdésekről. Utalok az új polgári perrendtartásra, az új büntető eljárásra, illetőleg arra a bírói tevékenységre, ami szokásos bírói tevékenység. Ez azt jelenti egyébként a jó színvonalú ítélkezés, hogy gyorsan, megalapozottan, időszerűen a jogszabályok maximális betartásával, tehát egy magas színvonalú ítélkezést találtatik nem csak a debreceni törvényszéken, nem csak az ítélőtáblán, hanem a régió valamennyi bíróságán. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy rendszeresen elemezzük az ítélőtábla szakmai irányítás tükrében, rendszeresen elemzi azokat az eredményeket, amelyeket a törvényszékek produkálnak, különböző statisztikai adatokat vizsgálunk, és ezen alapul, ezeken az adatoknak az elemzésén alapul ez a bizonyos megállapítás, a jó színvonalú ítélkezés. 2018-ban családbarát munkahely lett. Ez azt jelenti, hogy különös gondot fordítunk arra, hogy a gyerekes dolgozóink, a sok gyerekes dolgozóink, azok, akik idősebb hozzátartozóikat gondozzák, megfelelő színvonalon tudják végezni a munkát, adott esetben munkaidő kedvezményt kapnak, rugalmas munkaidői lehetőséget kapnak, illetőleg igyekszünk olyan programokat összeállítani, amelyekkel tudjuk támogatni a családokat. Úgy gondoljuk, és ez nagyon fontos dolog, hogy csak az dolgozhat magas színvonalon, jól és gyorsan és felhőtlenül, akinek otthon is rendben vannak a dolgai. És ehhez szerettünk volna hozzájárulni a Családbarát Bíróság programmal.
Rendőrségi híreink következnek, hiszen ahogy megszokhatták, két hetente Karácsony Béla, a hajdúszoboszlói rendőrkapitányság szóvivője beszámol a városban történt eseményekről. A rendelkezésre álló adatok alapján 2019. május 12-én 20 perc körüli időben egy férfi közlekedett elektromos kerékpárján fennülve Hajdúszoboszlón Dobó István utcában. Rendőrök megállították és ellenőrzés alá vonták. Ellenőrzés során alkoholszondát alkalmaztak, az alkoholszonda pozitív eredményt mutatott, ezért ezt a szemét előállították a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságra további mintavétel céljából. Május 13-án 17 óra körüli időben egy robbanómotoros kerékpárján fennülve közlekedett egy férfi Hajdúszoboszlón a Tősök terén. Őt a munkatársaim eljárás alá vonták, az eljárás során alkoholszondát alkalmaztak, az alkoholszonda ebben az esetben is pozitív értéket mutatott, ezért ezt a szemét is elállították a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságra további mintavétel céljából. Május 15-én 11 óra körül időben a Hőforrás utcán vontak ellenőrzés alá egy elektromos kerékpárján fennülve közlekedő szemét. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda ebben az esetben is pozitív értéket mutatott, ezért ezt a szemét is elrajtották a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságra további mintavétel céljából. Május 17-én 15 óra körül Hajdúszoboszlón a Hőforrás utcában vontak ellenőrzés alá egy elektromos kerékpárjával közlekedő szemét a rendőrök. Az ellenőrzés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott, ezért ezt a szemét is előállították a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságra. Az ittas járművezetőkkel szemben minden esetben itt a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságon ittas járművezetés vétség miatt indult büntetőeljárás. Közúti baleset gondotlan okozása miatt indult eljárás itt a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságon az ellen a férfival szemben, aki gépkocsijával közlekedett a Hajdúszoboszló Korpus utca Ady Endre keresztülésében. Azonban a járművének sebességét nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg. Kanyarodása során megcsúszott a járművel, és neki sodródott egy másik gépkocsinak. Ebben a balesetben két személy sérült könnyebben 8 napon belül. Május 12-én 6 óra 30 perc körüli időben érkezett bejelentés a rendőrség segélyhívójára. Egy Hajdúszoboszló körtedülőben történt betörés jelzett a bejelentője, vagy telefonált a bejelentője. Rendőrök a helyszínre érkeztek, megállapították, hogy ismeretlen elkövető a helyszínről különböző fémtárgyakat, elektromos kerékpár alkatrészeket, illetve egy elektromos centrifugát is eltulajdonított. A helyszíni szemle során a rendőrök adatgyűjtés végeztek. Az adatgyűjtés során látókőbe került a feltételezett elkövető, akit a rendőrök elfogtak és elállítottak a Hajdúszoboszlón rendőrkapitányságra. A 40 éves helyi férfi a nyomozók kihallgatása során őszinte feltáró beismerő vallomást tett. Vele szemben lopásvétség elkövetése miatt indult eljárás itt a rendőrkapitányságon. És ha már a korábbiakban szó volt a kikapcsolódásról és az aktív sportolás lehetőségekről, a továbbiakban sporthíreket hallhatnak. A lista vezető Aqua General HS-e magabiztos győzelmet aratott a megye 3-ban, míg a megye 1-ben lőtt gól nélkül maradtunk az elmúlt hétvégén. A megye 3-as labdarúgóink hozták a kötelezőt. A Hajdúbagost 6-1-re múlták felül. Farkas Gyula vezérletével aratott győzelem azt jelenti, hogy két sikerre kerültek a bajnoki címtől. Kis Zoltánék május 25-én 12 órától hazai környezetben a sereghajtó Hajdúszovát ellen kerülhetnek még közelebb az aranyéremhez.
A megyei bajnokságban lőtt gól nélkül és 10 kapott góllal tért haza a HSE Hajdúna ellenesről. Erdei István együttese a listavezető ellen szenvedett 6-0-ás vereséget, míg László Rihád és Kálmán Zoltán csapata 4-0-ra kapott ki a gyakorlatilag az 5. helyet rendezett mérkőzésen. Az első 20 perc után vette át az irányítást a HSE, de a kettős ember hátrány nagyban befolyásolta a mérkőzés kimenetét. Kettős ember előnyben megduplázta előnyét a Hajdúnánás. Folytatás a hajdúszoboszlói sportpályán május 25-én 15 órától a Kaba ellen, míg az ifisták 17 órától lépnek pályára. Hírhozunk végére értünk. Magazinunkban megmutatjuk a Do60 elnevezésű Diák Sportfesztivált, valamint azt, hogy kik érkeztek a héten a Tököli iskolába, és milyen programokkal várja az érdeklődőket a Hungaroszpa.